Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. A Fidesz frakció szerint a polgármester számos ponton félretájékoztatta a lakosságot. Parkolót és parkot alakítanak ki Jászárok szálláson az egykori CBA helyén. Jászapátin 15. alkalommal szervezték meg a hagyományos szakmák szakmai hagyományok elnevezésű szakmai napot. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják 18 településről 18 órától. A szerdai Hír 18-ban már beszámoltunk a jászberényi Fidesz frakció sajtótájékoztatójáról, melyből két téma kimaradt. Az egyik az Elkszúrtuk című film jászberényi vetítése körül kialakult vita, illetve az önkormányzati támogatásokról kialakult politikai csörte. A frakció értetlenül állt a Döntés után magazinban hallható polgármesteri nyilatkozatok felett, mert véleményük szerint a polgármester számos ponton félretájékoztatta a lakosságot. Mindig is az embereknek a heccelése, a feszültségkeltés és a ránk való rossz ugye színben való feltüntetés. Mi meg próbálunk dolgozni, próbálunk konstruktívan hozzáállni. A jászberényi Fidesz frakció szerint eklatás példája az előbb említett heccelésnek, választói hergelésnek vagy félrevezetésnek a múlt testületi ülésen történt támogatási vita. Ezzel kapcsolatban Szatmár Janikó elmondta, hogy előzetesen a bizottságok tárgyalták a támogatásokat, de nem úgy, ahogy a polgármester lenyilatkozta a Döntés után műsorban. A testületi ülés megelőzően mind a négy bizottság elfogadta a költségvetés ilyen irányú módosítását, mindenki egyetértett az abban foglaltakkal. Kérdések hangoztak el, de nyilván ezek teljesen releváns és okos kérdések voltak, ezek megválaszolása után minden bizottság támogatta a költségvetés módosítását. Ezzel szemben a bizottsági elnök szerint a pénzügyi, gazdasági és tulajdonosi bizottság október 14-én nem azt a döntést hozta, amit Budai Lóránt említett. Kialakult egy úgy gondolom konstruktív vita, majd két igen és három tartózkodással ezt nem fogadtuk el, és már ott jeleztük, hogy módosító indítványt kívánunk beadni. A bizottsági ülést követően az elnökasszony lekérte az önkormányzathoz érkezett támogatási igénylők listáját a polgármesteri hivataltól, melyből a Fidesz frakció kialakította saját módosított támogatási tervezetét az alap közel 200 milliós csomag elfogadásán túl, kiegészítve újabb 24,5 millió forinttal a pénzügyi tartalék terhére. Olyan egyesületek is kapnak pénzt, akik nem is igényeltek. Van, aki többet kapott, mint amennyit igényelt, és lássuk be, azért ezek közül, a tavaly sportágak közül egyik sem szenved hiányt, azt gondolom semmiben. Szatmár Janikó kiemelte, hogy ebben a módosított listában Budai Lóránt állításával szemben csak a felsorolt igénylők szerepeltek, és mindenki csak annyit, vagy az eredetinél kevesebb támogatást kapott volna. Többet semmiképp. Elmegy a tévéstúdióban, tudja, hogy mik lesznek a témák, miért nem készül fel. Tehát azt a vádat kaptuk, hogy mi 35-40 millió forint értékben osztottunk szét támogatásokat, ezzel szemben 24,5 millió forint értékben. Az erről szóló módosító indítványt október 18-án, a kérelmek délelőtt 10 órai beérkezése után 16 óra 41 perckor küldték el a polgármester, a jegyző és a pénzügyi osztályvezető számára. A jegyző a kormánypárti módosítót október 19-én 11 órakor hivatalosan átvette. Ezt az időpontot követően 58 perc múlva, azaz 2 perccel a módosító beadási határidejének lejárta előtt érkezett egy új városvezetési módosító is, ami nem vette figyelembe a Fidesz által benyújtott változtatásokat, hanem 35 millió forint értékben, kimerítve a teljes tartalékot, másféle támogatásokat osztott szét szociális területen, hangzott el a tájékoztatón. Erre mondta a bizottsági elnök a tájékoztatón, hogy ez aztán a hirtelen megvilágosult szociális érzékenység, mert a korábban a bizottságok elé került támogatási anyagban sehol sem szerepeltek a szociális szféra egyszeri juttatásai, amit a frakció csak azért nem fogadott el az ülésen, mert úgy érezték, hogy a kórházi dolgozók és a polgármesteri hivatal munkatársai kimaradtak az évvégi jutalmazásból. Ezzel kapcsolatban hamarosan rendkívüli ülésen dönt majd a városvezetés. A támogatásokkal kapcsolatban azt is megtudtuk, hogy a Jász kerület non-profit Kft. Kérelmeit nem fogadták el, mert túl sok olyan veszteséges programot szervez a kulturális cég, melyekre olykor alig van érdeklődés, mondta saját információira hivatkozva a bizottsági elnök.
Ehelyett inkább támogatnák a sportot, ahol közel 1000 gyermek utánpótlásával foglalkoznak. Akár innen, a Kultúra Szervező Kft.-től is köthető lehetne a kimaradt harmadik téma. Az Elkurtuk című film az egész hazai politikában nagy port kavart, aminek hullámai elértek Jászberényig is. Tamás Zoltán a mozit működtető Jászkerület ügyvezetőjétől, Dukai Ritától érdeklődött, hogy a jászberényi mozi mikor tűzi műsorra a krimit, mert értesülései szerint jelentős igény mutatkozna rá. A frakcióvezető szerint az ügyvezető türelmet kért, mert állásfoglalást szeretett volna kapni a városvezetéstől a politikai tartalom miatt. A választ nem sokára megkaptam, mikor fölhívtam telefonon, hogy a városvezetés kétharmada nagyon nem szeretné, és nem is engedi, hogy filmre tűzzék a moziban ezt a filmet. Gedei József alpolgármester úr viszont először szóban, majd írásban is megerősítette, hogy szólásszabadság van, úgy gondolja, és demokrácia van Jászberényben. Természetesen úgy gondolja, hogy akit érdekel ez a film, nyugodtan nézze meg. Ezt követően Tamás Zoltán arról értesült, hogy a polgármester és Balogh Béla nem engedélyezték a film vetítését. Az ügyvezető írásos kérelmet eszközölt ki a Fidesz frakciótól, melyet továbbított a városvezetés felé. Ennek válaszadási ideje lejárt, ami a sajtótájékoztatót megelőzően nem érkezett meg, így akkor még további lépéseket terveztek a szabadvetítés érdekében. Fontos frissítés, hogy a frakció vezető saját közösségi oldalán jelentette meg a közben megszületett döntést, ahogy fogalmazott, szabad a mozizás. November 4-től minden nap 17 óra 30 perctől vetítik a filmet. Parkolót és parkot alakítanak ki Jászárok szálláson az egykori CBA helyén. Ennek műszaki tartalmáról fogadott el sok más mellett tervet Jászárok szállás képviselő testülete októberi sorosülésén. Számos alkalommal tárgyaltak már a témáról, de a helyszín hasznosításának kérdése ez alkalommal is vitát generált a nyílt ülésen. A tanácskozáson továbbá többségi szavazattal döntöttek arról is, hogy még idén szerződést kötnek a Jászberénybe vezető út, a Kossuth út járda felújítására. A 2021. október 28-ai soros képviselőtestületi ülést megnyitom. A Városháza dísztermében tartotta októberi soros ülését Jászárok szállás képviselőtestülete. Az interpellációk, valamint a két ülés között történtekről szóló beszámoló alkalmával számos fontos városüzemeltetési és fejlesztési, valamint aktuális igazgatási feladatról adtak tájékoztatást. Elhangzott, hogy idén már biztosan nem kezdődik el a katolikus óvoda építése a városban, az engedélyes terveket véglegesítik ezekben a hónapokban. Az egyház továbbra is kiemelt feladatnak tekinti a fejlesztést. Nem minden dolgozónk van beoltva, és a iskolakonyhánál jártunk úgy, hogy a 7 dolgozóból 2 voltak beoltva, és az egyik dolgozó, aki oltást nem kapott, rosszul érezte magát. Ilyenkor mindenkit, aki ott dolgozik, letesztelünk, és katasztrofális volt a teszteredmény, mert a 7-ből 5-en pozitívak voltak, csak az a 2 ember nem volt pozitív, aki oltást kapott. A helyzet az elmúlt hetekben már normalizálódott az iskolakonyhán. A polgármester ugyanakkor rámutatott, az iskolakonyha esetéből is tanulva, munkaadóként elrendeli az önkormányzati dolgozók kötelező oltását. Az ülésen tájékoztatók hangoztak el a városi napelempark, illetve egy települési kondipark létrehozásának lehetőségeiről. Az önkormányzat a fejlesztési lehetőségeket azonban csak megfelelő pályázat kiírása esetén tekinti majd át részletesen. Időarányosan vagyunk a költségekhez, mert nyilván ezek nagyjából ugyanazokat a feladatokat végezzük minden évben, és az előző évi költségvetésre épül a következő évi költségvetés, tehát nyilván vannak egyes részfeladatok, ami mondjuk pozitív irányba elmegy költségekbe, de máshol meg esetleg mínusz keletkezik, mert amit mondtam létszám, hogy egy feladatot elvégzünk, az egy másik feladat rovására fog menni, és a költségek, tehát a nagyobb munkák tervezésén inkább azok a munkák vannak betermezve, ami egy dologi kiadással jár. Az, ami mondjuk nagyobb munkabérre, azokat be se tervezzük, mert a munkabérünk általában úgy adott szokott lenni. A városgondnokság beszámolója kapcsán az önkormányzati intézmény vezetője kiemelte, hogy a feladatellátás hatékonyságát a dolgozói létszám határozza meg. Szükség volna villanyszerelő és festőszakmunkások felvételére, de a legtöbbször a segédmunkás munkaerő hiányát érzik. Kérte, hogy a költségvetés tervezésekor ezt vegye figyelembe a képviselőtestület. Aki az előterjesztést elfogadja, azt kérem szavazzon most. Köszönöm szépen.
Egyhangú szavazattal fogadták el a közterületfelügyelői szolgálat indításához, illetve az ifjúsági tanács működtetéséhez szükséges SMS és alapító okirat módosításokat. Mondhat bárki bármit, ezt a területet, aki megszavazza, azért szavazza meg, hogy itt parkoló legyen. Én ehhez nem tudom adni a szabadatomat. Nem támogattam soha. Az egykori CBA üzlet helyének hasznosításáról, az ott létesítendő parkoló és zöld terület terveinek műszaki tartalmáról szóló előterjesztés kapcsán mondta ezt a képviselő. Hangsúlyozta, véleménye szerint nem megfelelő módon akarja felhasználni ezt a területet az önkormányzat. Véleményével a legtöbben nem értettek egyet. És meg kell építeni a parkolókat is, hiszen tudjuk, hogy az egyház óvodát szeretne, egyházi óvodát létrehozni. Ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a szülők az óvodába szállítás alkalmával megfelelő módon tudjanak parkolni. Arról nem beszélve, hogy az itt lakó, akik a szomszédos két emeletes házban laknak, kulturált módon megfelelően tudnák tárolni az autójukat, nem szana szét az utcán. Illetve továbbá azt is szeretném még hozzáfűzni, hogy ne felejtsük el, hogy az iskolának ott van a sportcsarnok. Ez a városközponthoz tartozó rész, tehát a zöld területre szükség van, és a parkolókra is szükség van, mert látjuk a Lehel úti óvodánál is, hogy ahogy kialakítottuk a parkolókat, szabályosan használják a szülők. Szükség van a parkolókra, és pillanatnyilag nem tudunk olyan beruházót, aki szeretne ide vállalkozás szinten akár lakásokat építeni, vagy üzleteket. Egyesség született, hogy az óvodát, az egyházi óvodát támogatjuk a parkolókkal. Ennek az utcának egy jelentős része parkolóként funkcionál, tehát az a terület, amit a CBA területének a végéből parkolóvá alakítanánk, az talán nem annyira jelentős, viszont a kulturált környezethez és a megközelítéshez bármi is alakuljon ki majd ott. Szerintem szükséges a parkoló kialakítása. De ebben a formában ezt a tervrajzot, ezt én sem fogom tudni támogatni, de parkolóra szükség van, azzal egyetértek, csak nem ilyen elhelyezéssel, véleményem szerint. A testület többsége egy ellenszavazattal, egy tartózkodás mellett végül úgy döntött, hogy a kidolgozott tervek szerint fogadja el a parkoló kialakítását, ugyanakkor a zöld terület a park létrehozásáról még tárgyalni fognak. A testületi ülésen határoztak arról is, hogy közel 12 millió forint plusz forrás biztosítanak, ezzel 34,6 millió forintos költséggel újítják fel a Kossuth út járdáit a Tompa Mihály úttól egészen a Vasút utcáig. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy még ebben az évben kössön szerződést a kivitelezővel. Az önkormányzat ülésének teljes felvételét rövidesen megtekinthetik a jttv.hu oldalon. Az ülés egyéb témáira későbbi híradásainkban visszatérünk. Jásza Pátén 15. alkalommal szervezték meg nemrégiben a Hagyományos Szakmák, Szakmai Hagyományok elnevezésű szakmai napot a Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnáziumban. A szervezők ez alkalommal sem csak a régi mesterségek szakmák megőrzésére, bemutatására helyezték a hangsúlyt, hanem rendezvényükkel, a jeles napok szokásaival is megismertették a résztvevőket. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink következnek. Újabb járványügyi szigorításokat vezetett be a kormány. Felújítás miatt lezárják a Vaspálya utat Jászberényben. Ifjúságpolitikai szakmai fórumot szerveznek Jászárokszálláson. Őszi hacaszáré zajlott Jásza Pátin, és töklámpás kiállítást tartottak a Széchenyi Általános Iskolában Jászárokszálláson. Többek között ezekről hallhatnak rövid híreinkben. Ujjás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Szent Királyi Alexandra kormányszóvivő három új intézkedést jelentettek be a csütörtöki kormányinfón a negyedik Covid hullám ellen. A kormány három intézkedést vezet be. Az első, hogy a munkaadók szervezeteinek javaslatára a cégek és a vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a védőoltást az alkalmazottaik számára, hogyha ezt az ott dolgozók biztonsága érdekében szükségesnek látják. A második, hogy a közösségi közlekedési eszközökön november 1-től a maszkviselés kötelező. A harmadik pedig, hogy az egészségügyi intézményekben látogatási tilalmat vezetünk be, a szociális intézmények esetén pedig az intézményvezetőket feljogosítjuk arra, hogy látogatási tilalmat rendeljenek el.
A három bevezetett fő szabály a kormányinfón elhangzottak szerint szintén azt célozza, hogy az oltások száma emelkedjen hazánkban, mivel a magas létszámban oltott országokban jóval kevesebb a megbetegedések száma a negyedik hullámban. 2021. november 2-ától az Iparterületek Infrastrukturális Fejlesztése Jászberényben című projekt Vaspálya utcai fejlesztése első ütemében megkezdődik az útfelújítás és a csapadékvízhálózat fejlesztése. A munkavégzés átmeneti útlezárással és forgalmi rendváltozással jár. Egyirányosításra kerül sor a Rákóczi úton a sportpálya és a vasútállomás között a vasútállomás irányába, illetve a Vaspálya utcán a vasútállomás és a Kossuth-Lajos utca között a Kossuth-Lajos utca irányába. Továbbá a buszjáratok közlekedésének biztosítása érdekében egyirányosítják a Vécsei Ernő utcát a Rákóczi út irányába. A Jászberényből Nagykáta, Szentmártonkáta irányába közlekedő autóbuszjáratok útvonala nem módosul, az egyirányosított szakaszon közlekednek. A vasútállomásnál ideiglenes megállóhelyet alakítanak ki. A Nagykáta és Szentmártonkáta irányából Jászberénybe érkező buszjáratok a Kossuth-Lajos utca, Béla utca, Pesti út, Vécsei Ernő utca, Rákóczi út útvonalon közlekednek. Ebben az irányban a vasútállomás megállóhely kimarad. Az érintett szakaszokon kérik, hogy a lakóingatlanok előtt a közterületen ne várakozzanak, ne parkoljanak a munkálatok során. Amennyiben tehetik, kerüljék el ezeket az útszakaszokat a forgalom csökkentése érdekében. A balesetveszély elkerülése érdekében kérik, hogy kiemelten vegyék figyelembe a kihelyezett kiegészítő információs táblákat. Megértésüket és türelmüket köszöni Jászberény város önkormányzata. Még szeptemberben egyhangú szavazattal fogadta el Jászárokszállás képviselőtestülete a Városi Ifjúsági Tanács létrehozásáról szóló határozatát. Immár a működési keretek meghatározásán dolgoznak. Már folynak az előkészületi munkálatok, az Ifjúsági Tanács készíti az SMS-ét, illetve Hegedű Zoltán, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke segíti az Ifjúsági Tanács munkáját. Már az előkészítő munkarészeként szerették volna meghívni Rácz Zsófi, a fiatalokért felelős helyettes államtitkárt. A találkozót a járványhelyzet már kétszer hiúsította meg. A közeljövőben azonban egy szakmai fórum vendégeként invitálják a városba november 11-ére. Az Ifjúsági Tanács, illetve a képviselőtestület, városunk önkormányzata fogadja egy szakmai meetingre, egy szakmai beszélgetésre, melynek elsősorban a témája a helyi aktualitások, miként lehet egy kis településen az ifjúsági tanácsot hatékonyan működtetni. Mindezen túl tájékoztatót hallgatnak meg a hazai ifjúságpolitika helyzetéről. Áttekintik annak lehetőségét is, hogy az Árokszállási Ifjúsági Tanács milyen módon kapcsolódhat az országos szervezet a Nemzeti Ifjúsági Tanács munkájához. Forradalmárok címmel hallhattuk dr. Réz Lóránt orgona hangversenyét a jászberényi Nagyboldogasszony főplébánia templomban. A forradalom emlékére és Liszt Ferenc 215. születésnapja alkalmából október 23-án szokta. Zenei forradalmárokra is emlékezünk, akik reagáltak a társadalmi változásokra. Ilyen volt például Liszt Ferenc is, aki 210 évvel ezelőtt született, igaz nem október 23-án, hanem október 22-én született, de azért a két ünnep ilyen szempontból összevonható. Úgyhogy ez a két fő apropója, hogy ilyen gyönyörű környezetben, ilyen ünnepi alkalomkor egy szép orgona hangversennyel emlékezzünk erre a két évfordulóra. Liszt Ferenc egy világpolgár volt, és egy új stílust, egy új korszakot indított el, a romantika korszakát. Általános klasszikus stílusból kitört, és a hangokkal, a harmóniákkal, az együtthangzásokkal, a formákkal mind egy új korszaknak az érzését próbálta kifejezni, a romantika érzését. Az orgona hangversenyen közreműködött Szűcs Marianna és Szűcs Mihály Tivadar hegedűn. A koncert zenei anyagát a Jászsági térségi televízió stábja rögzítette, melyet hamarosan megtalálhatnak műsorkínálatunkban.
Október 24-én vasárnap a Jászapáti vásártéren zajlott az őszi hacacári ingyenes program újabb jászsági állomása. Már kora délutántól műsorok töltötték meg a színpadot, láthattuk fellépni például a Jásztánc Alapítvány tehetségeit és utánpótlás csoportjait. Páblikova Dominika énekelt, a New Style Fanatics pedig táncolt, de nem maradt el az őszi fáklyás felvonulás, illetve a nagy koncertek sem. Panka Deléje és Varga Miklós élő koncertje után tűzzsonglőrök szórakoztatták a hacacári közönségét. Majd a bikini csapott a húrok közé, hogy végül egy látványos tűzijáték zárja le az őszi együttlét zenei élményeit. Az országosan 130 állomásos programsorozat célja, hogy az összetartozás erősítésén túl újabb találkozási pontok születését teremtse meg a hazai zeneipar előadói és a rajongók között. Jászapátin ez remekül sikerült. A Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola diákközössége 2017 óta rendszeresen megszervezi a töklámpás kiállítást. Az őszi szünet előtt egy estére különleges díszítést kapott az intézmény bejárata ebben az évben is. Sok tucatnyi alkotást tekinthettek meg az érdeklődő fiatalok és szüleik egyaránt. A lámpások közül néhányat eladásra ajánlanak fel, a befolyt összeggel a diák önkormányzatot támogatják. Jászapátin 15. alkalommal szervezték meg nemrégiben a Hagyományos Szakmák, Szakmai Hagyományok elnevezésű szakmai napot a Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnáziumban. A szervezők ez alkalommal sem csak a régi mesterségek, szakmák megőrzésére, bemutatására helyezték a hangsúlyt, hanem rendezvényükkel, a jeles napok szokásaival is megismertették a résztvevőket. A Hevesi Csillagvirág Népművészeti Egyesület tagjai mutatták be a szövés régi mesterségét, a aranyszőnyeg készítés fortijait az érdeklődők számára a 15. Hagyományos Szakmák, Szakmai Hagyományok programja keretében Jászapátin október 20-án. Azt gondoljuk, hogy ez egy olyan érték, olyan nemzeti kincsünk, amelyet továbbvinni, tovább örökíteni feladatunk. A nagymamáknak megvan a szerepe, hogy ezt a fajta tudást, és ha nem is a tudást magas fokon, de a kézművesség szeretetét átadják az unokáknak, vagy éppen az édesanyák a gyermekeknek, mert hiszen ennek a záloga, vagy ez az egyetlen záloga, hogy a magyar népművészet közte pedig az elfeledett mesterségek egyike, a szövés tovább éljen. A változatos szakmai programokat, bemutatókat magában foglaló rendezvénysorozat elindítója és motorja a kezdetek óta a Jásztánc Alapítvány. A programnak kettő szerepe van. Jelenti a hagyományt, és jelenti az ősznek a beköszöntét, és ennek a kettőnek a gondolatiságából jön létre a rendezvény, így az őszi naptári ünnepekhez is kapcsolunk programokat. Fontosnak tartjuk, hogy ezek a régi szokások, hagyományok, hogyha már nem is éljük meg őket, akkor is beépüljenek az életünkbe, és emlékezzünk legalább rájuk, hiszen mindenkit érint például az évszakok körforgása, és hát most ez nagyon fontos az életünkben, ehhez nekünk alkalmazkodnunk kell. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával és a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium segítségével tartották meg ebben az évben is a rendezvényt. A program a mesterségek és a szakmák értetése is egyben. Valaki ráérezzen ennek a szépségére, ízére, tehát megkapja az alkotás örömét. Ez az egyik cél, hogy egy felszabadító élményt kapjon, és aztán később is visszataláljon ezekhez a tevékenységekhez. Bemutatták a természetes anyagok felhasználásának lehetőségeit, illetve hogy a hagyományos mesterségek, tradicionális motívumok hogyan jelenhetnek meg napjainkban. Előadásokat hallgathattak meg a jászsági viseletekről, vagy épp a kukoricafosztás felhasználásáról. Bemutatták a gyöngyhímzés és a gyöngyfűzés fortéjait is. A táncházban egy vendelnapi mulatsághoz elengedhetetlen tánc lépéseit ismerték meg a fiatalok. Egy kis hangszerismertetéssel és népzene bemutatóval fűszerezve. De volt népi ének és citera bemutató, ugyanakkor az érdeklődők a népi motívumokból táplálkozó dizájntervezés alapjaiba is bepillantást nyerhettek. A rendezvénynek helyet adó középiskolában idén sem volt kérdés, hogy partnerek lesznek a szervezésben. A jászságban és ugye a szűkebb környezetünkben Jászapátin is nagyon nagy hagyománya van a hagyományőrzésnek, a néptáncoktatásnak, a régi
különböző foglalkozások felelevenítésének, és mi azért gondoltuk, hogy mindenképpen teret adunk ennek a rendezvénynek, mert jó, hogyha hozzánk járó gyerekek egy kicsit közelebbről megismerkednek ezekkel a régi eszközökkel, a régi hagyományokkal, a régi foglalkozásokkal. Saját maguk is bekapcsolódnak, szervesen látják, hogy hogyan készültek ezek a különböző tárgyak, különböző eszközök. A Jásztánc Alapítvány, valamint a középiskola is szeretné azt, hogyha a jövőben akár havi rendszerességgel szerveznének hasonló szakmai programokat, képzéseket, ahol egy-egy mesterséggel ismerkedhetnének meg az érdeklődők. Rendhagyó testületi üléssel, majd egésznapos programmal ünnepelte ma a megyei önkormányzat Jász-Nagykun-Szolnok megye fennállásának 145. évfordulóját. Az esemény adott alkalmat két régen várt kiadvány bemutatására is. Két napirendi pontot tárgyalt, 10 percet alig meghaladó rövidített ülésen Jász-Nagykun-Szolnok megye közgyűlése. A képviselők a Bursa Hungarika önkormányzati ösztöndíjprogram pályázati forrásait hagyták jóvá, illetve az M4 szolnoki elkerülő pihenőhelyeire kiírt névpályázat előkészítéséről szavaztak. Ezt követően kezdődött a megyeháza nagytermében az ünnepi program. A Jászkun elöljárók bevonulását követően Hubai Imre ismertette az emléknap jelentőségét. A megyei közgyűlés elnöke elmondta, bár az eseménynek még nincs komoly múltja, szükség van olyan közös ünnepre, mely identitásunkat erősíti. Kiemelt hangsúlyt kap a fiatal generáció megszólítása, melyet stílusosan egy mesekönyvvel és egy tankönyvvel tesz meg a megye. Mindkettő a gyermekeknek szól. Kisiskolásoknak, illetve óvodásoknak. Különösen fontosnak tartottuk, hogy a projektben közvetlenül ezt a két korosztályt is megszólítsuk, hiszen megyei értékeink és gyökereink minél jobb megismerését, a térséghez való kötődés erősítését már a gyermekkorban el kell kezdeni. A megye történeti tankönyv eljut majd az iskolákba és a könyvtárakba, a pedagógusoknak pedig külön segédletet is összeállítottak. A szerzők történészek, néprajzosok voltak, nem úgy a Mesélő című megyei mesekönyv esetében, melyet gyerekek írtak. Pályázati felhívásunkban olyan mesék beküldését kértük tőlük, amelyek a megye természeti, kulturális kincseinek történetét, hagyományait, szokásait mutatják be népmesei formában. A megyei identitásfejlesztés Jász-Nagykun-Szolnok megyében címmel elnyert TOP pályázat által finanszírozott program a díszteremben tartott ünnepség után szakmai és szabadtéri programokkal folytatódott. Híradónk végén lássuk még egyszer legfontosabb híreinket röviden. A Fidesz frakció szerint a polgármester számos ponton félretájékoztatta a lakosságot. Parkolót és parkot alakítanak ki Jászárokszálláson az egykori CBA helyén. Jászapátin 15. alkalommal szervezték meg a Hagyományos Szakmák Szakmai Hagyományok elnevezésű szakmai napot. Ennyi fért mai híradónkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat megtalálják internetes platformjainkon, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jtv.hu oldalon. Vigyázzanak magukra és egymásra, minden jót kívánok! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.